Idén csak nem két tucatnyi programot tervez az Északerdő. Lesz Zuzmara Express, Mahócára, fotós vonat, Vadászkürt Express, Andókútra, önkéntes szemétszedés és a Mikulás vonat is szállítja majd az utasokat. A kisvonat a harmadik leglátogatottabb turisztikai attrakció, tavaly 230 ezeren utaztak rajta. A Mikulás vonat november végétől 25 napon át szállította a gyerekeket és a családokat az ünnepi díszbe öltöztetett Lilla Füredi mesebirodalomba. Itt találkozhattak a gyerekek a mesehősökkel és természetesen a Mikulással is. A 15 évvel ezelőtt megálmodott szerelvény a tavalyi adventi időszakban is 21 ezer látogatót szállított. A kisvonatozás népszerű program a miskolci nyugdíjasok között a Salkaházi Sára programsorozatban is. Tavaly immár 5 alkalommal mintegy 200 szépkorú utazott Garadnára, ahol az egymással történő beszélgetésen és gasztronómián túl színvonalas kulturális programon is szórakozhattak az idősek. A Lilla-Füredi Jármai-Erdély vasútnak ugye két vonala van, maga a fővonal, ez közel 14 km, illetve a szárnyvonal, ami rendkívül sok attrakciót tartalmaz. Az erdészet osztályvezetője térképen mutatja, hogy attrakciókban idén sem lesz hiány. Számos programmal várják a kisvonatozás és a természet kedvelőit. Lesz többek között márciusban egyedülálló kismozdonyos fotós vonat, áprilisban szemétszedő vonatozás, júniusban múzeumok éjszakája, augusztusban gyorsabban a kisvonatnál futóverseny Mahócára, októberben lombhullató vonatozás, és decemberben ismét elindul a Mikulás vonat is. Rendkívül színes programkínálattal készülünk 2019-ben. Mondhatom azt, hogy szinte minden hónapra jut egy-egy különleges program. Azt szeretnénk, hogy a Lilla-Füredi Álmélyerdei Vasúttal minél többen tudjanak kijutni a természetben, és minél több család tudjon találkozni ez a gyönyörű, páratlan természeti értéke, ami található Miskolc mellett a Bükkben. Az osztályvezető elmondta azt is, hogy a Lilla-Füredi kisvonat a Barlangfürdő és a Selyemréti strand után a harmadik leglátogatottabb turisztikai attrakció.